Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Napraforgók. Bogyó és Babóca áprilisban elültette a napraforgó magokat. Gondosan ápolták, öntözték a kertet, és hamarosan kibújtak a földből a palánták. Nőttek, növekedtek, bimbót hoztak, és júniusra kinyíltak a szép sárga virágok. Hurrá! Üdvözölte a virágokat a csigafiú és a katica lány. Bogyó észrevette, hogy a virágok egyszer erre, máskor arra néznek. Nézd, Babóca, forognak, vajon miért? Mert mindig a napra néznek, ezért hívják őket napraforgónak. Amikor lement a nap, a napraforgók lehajtották fejüket és elaludtak. Másnap reggel kétségbeesett kiáltozás verte fel az erdő lakóit. Jaj, mi történt? Jaj, a napraforgóink! Sírt Babóca. Ki tehette? Zokogott Bogyó is. Kirágcsálta meg a virágok szárát. Pihe friss harmatvízzel lemosta a sebeket, Babóca bekötözte a virágok szárát zsenge fűszállal. A napraforgók újra mosolyogtak. A kis barátok tanácskozni kezdtek Baltazár házában. Mit tegyünk? Búslakodott Bogyó. Őrt kell állnunk éjjel. Én leszek az első, mondta bátran Babóca. A katica lány csendben elbújt egy bokor mögé, és éberen figyelt. Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan egy hörcsög érkezett a virágosba, és rágcsálni kezdte a napraforgók szárát. Ekkor Babóca kiugrott a bokor mögül, és dühösen rákiáltott. A hörcsög megijedt és elszaladt. Aznap éjjel nem jött vissza többé. Másnap éjjel Pihe vigyázott a virágokra, következő este Baltazár, utána Vendel. Végül Bogyóra került a sor. A csigafiú elbújt a bokor mögé, és türelmesen várt. Várt, de hamarosan elnyomta az álom. Még arra sem ébredt fel, hogy megérkezett a hörcsög, és alaposan megrágcsálta a virágok szárát. Jaj, elaludtam, nem vigyáztam a virágokra. Sírdogált Bogyó, amikor meglátta reggel a szomorúan kókadozó napraforgókat. Bogyó elaludt, átaludta, míg a hörcsög megrágcsálta a virágokat. Miért buslakodtok? kérdezte tőlük Bagoly doktor. Babóca elmesélte a Bagolynak, mi történt a napraforgókkal. Beszéljetek a hörcsöggel, kérjétek meg, hogy ne bántsa a virágokat. Ott alszik a nagy tölgyfa alatt, tanácsolta. Ott van, ott fekszik a bokorban, súgta Bogyó a többieknek. A hörcsög hirtelen felébredt. Mind megijedtek egymástól. A hörcsög a bogárkáktól, a bogárkák a hörcsögtől. Ne félj tőlünk, kezdte Babóca. Csak arra szeretnénk kérni, hogy ne bántsd a napraforgóinkat. De akkor éhes maradok, mentegetőzött a hörcsög. Majd mi hozunk neked almát és répát. Hol van a házad? kérdezte Bogyó. Nincs házam, válaszolta szomorúan a hörcsög. Nincs házad, ismételte döbbenten Baltazár. Akkor építünk neked. Babóca almát hozott, Bogyó magokat, Pihe mazsolát, Baltazár pitypang levelet, Vendel pedig répát. Nagyon szép lett a házam, mondta boldogan a hörcsög, és köszönöm a vacsorát is. A hörcsög többé nem rágcsálta meg a virágokat. A napraforgók egész nyáron vidáman mosolyogtak Bogyóra, Babócára és barátaikra. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Gömbi tornya. Egy nyári napon Gömbi, a virágbogár, elővette színes építőkockáit. Építek Építek egy magas tornyot a kockákból, gondolta magában, és elindult a dobozzal a közeli dombra. A nagy tölgyfa alatt kiborította a kockákat a dobozból, és munkához látott. Ahogy a torony nőtt, Gömbi egyre nehezebben érte el a tetejét. Óvatosan ágaskodott, de a keze mégis megcsúszott, és a torony összedőlt. Jaj, ne! Kiáltott Gömbi. Most aztán kezdhetem előről, mérgelődött. Ismét nekilátott. Újra óvatosan, figyelmesen rakosgatta egymásra a színes építőkockákat. A torony nőtt, ismét egyre magasabb lett. De jaj, ekkor egy mag hullott le a tölgyfáról, és romba döntötte a virágbogár tornyát. Jaj, a tornyom! Megint feldőlt a tornyom! A tölgyfa a hibás! Állapította meg haragosan. Ismét elkezdte építeni a tornyot, de már nem a tölgyfa alatt. Egyre türelmetlenebbül rakosgatta egymásra színes kockákat, amikor arra jött Bogyó, a csigafiú, Babóca, a katicalány, és Vendel, a szarvasbogár. Hű, de szép tornyod van, Gömbi, mondták vidáman. Igen, szép, már csak a piros csúcs hiányzik a tetejéről, és készen van. De ekkor feltámadt a szél, és egy erős fuvallat ledöntötte a karcsú tornyot. Gömbi dübegorult. Nem, ez nem lehet igaz. Többet nem kezdem újra, nem is akarok tornyot építeni. Hazamegyek. A többiek vigasztalva szaladtak utána. Várj, Gömbi, majd mi segítünk. Gyere, építsük meg a tornyodat együtt. Nem, már nem akarom. Ennyi kockából nem is lehet igazi magas tornyot építeni. Jelentette ki dühösen Gömbi, és becsapta maga mögött az ajtót. Hogyan segíthetnénk Gömbinek? Tűnődött Babóca. Meg kell őt vigasztalnunk, szögezte le Bogyó. Tudom már, mondta Vendel. Nekem is van építőkockám. Elhozom, és akkor több kockánk lesz. Építhetünk együtt egy igazi magas tornyot, amilyet Gömbi szeretne. Ez jó ötlet, nekem is van egy doboz építőkockám, én is hozom. Én is hozom az enyémet, óriási tornyot építünk majd. Bogyó dömperben húzta színes kockáit, Babóca talicskában tolta, Vendel pedig nagy kosárban cipelte. Gömbi, nézd, mind elhoztuk az építőkockáinkat. Nincs kedved egy óriási tornyot építeni velünk? Kérdezte kedvesen Babóca. A házikótban építenénk, nehogy a szél újra felborítsa, tette hozzá Bogyó. Hű, mennyi építőkocka? Mekkora torony lesz ebből? Gyertek be! Kiáltott a kis virágbogár, és nagyot ugrott örömében. Most jön az utolsó darabka, a piros csúcs. Ezt te rakd fel, Gömbi, javasolta Vendel. Hurrá, kész van! Kiáltották mind egyszerre. Amikor besötétedett, Bogyó, Babóca és Vendel elköszöntek Gömbitől. A kis virágbogár boldogan bújt be ágyikójába, és addig csodálta a hatalmas tornyot, míg elnyomta az álom. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Gombócok. Egy őszi napon Babóca, a katicalány, szilvás gombócot főzött, és meghívta a barátait ebédre. Eljött Bogyó, Baltazár, Vendel és Pihe. Együtt megterítettek és asztalhoz ültek. A katicalány 3 gombócot tett minden tányérba. Bogyó, Babóca és Pihe hamarosan jól is laktak. Szilvás gombóc, imádom! Akár 5-öt is meg tudok enni, mondta Baltazár a méhecske. Még hogy ötöt, én hetet is, vágta rá Vendel. Hetet? Jó, akkor én 8-at, én pedig 10-et, jelentette ki a szarvasbogár. Jó, akkor versenyezzünk, zárta le a vitát Baltazár. Lássuk, melyikünk tud több gombócot enni. Babócának nem tetszett a dolog, megpróbálta őket lebeszélni, de a fiúk hajthatatlanok voltak. Ennek nem lesz jó vége, figyelmeztette őket, de Baltazár és Vendel nem hallgattak rá. Eddig 3 gombócot ettünk, most jöjjön a 4., javasolta Vendel, és újabb gombócot pakolt mindkét tányérba. Amikor mindketten végeztek, újabb gombócot vettek, és megették az 5-et is. Az 5. után megették a 6-at, a 6. után megették a 7-et, a 7. után megették a 8-at, és utána a 9-et. Most jön a 10., bírod még? kérdezte Baltazár. Ugyan, 2-szer ennyit is meg tudok enni, legyintett lazán Vendel. Már nagyon sok gombócot megettek, amikor mindkettejüknek fájni kezdett a hasa. Egyre jobban és jobban fájt. Elszaladok Bagoly doktorért, mondta Pihe, a lepke kislány. Bagoly doktor megvizsgálta őket, és dühösen szónokolni kezdett. No hát, ki látott már ilyet? Persze, hogy fáj a hasatok. Mindketten 15 gombócot ettek. Na tessék, ráadásul döntetlen lett a verseny. 3 napig diétázni fogtok. Semmi más nem ehettek, csak főtt krumplit. De éppen holnap jön az erdőnkbe a kürtös kalács árus, szólalt meg kétségbeesve Vendel. Nagyon sajnálom, de most kimaradtok a kürtös kalácsból. 3 nap múlva gyertek el hozzám, hogy újra megvizsgáljam a hasatokat, szólt szigorúan Bagoly doktor, és már indult is haza. Másnap meg is érkezett a Nagyrétre a Bodobács illatozó kürtös kalácsaival. Az erdő lakói mind boldogan csemegésztek, válogattak a sok finomság között. Én fahéjasat kérek, mondta Babóca. Én kókuszosat, tülekedett Bogyó. Nekem egy cukrosat adjatok, kiáltott Pihe. De volt diós, mákos, sőt kakaós is. Baltazár és Vendel szomorúan nézték a vidám vásárt, de szót fogadtak Bagoly doktornak. Amikor letelt a 3 nap, a méhecske és a szarvasbogár felkereste a doktort. Na, lássuk! Dünnyögött a bagoly, és alaposan megvizsgálta őket. Rendben, meggyógyultatok, látom, szót fogadtatok. Hát igen, lógatta az orrát Vendel, pedig úgy szerettem volna én is kürtös kalácsot enni. Vendel és Baltazár elbúcsúzott Bagoly doktortól, és már indultak is hazafelé, amikor a bagoly utánuk szólt. Várjatok csak egy percet, van itt valami. Félretettem nektek 2 kürtős kalácsot, tessék! Na hát, Bagoly doktor, te is kimentél a rétre? Hát persze, vettem a kalácsból a fiókáimnak, ezt a 2-t pedig nektek tartogattam. Szépen betartottátok, amit kértem tőletek, ti sem maradjatok ki a finomságból. Köszönjük, mondta boldogan Baltazár és Vendel, majd megölelték Bagoly doktort. Bogyó és babóca, kit jó barát kalandja. A szivárvány. Egy borús nyári napon bánatosan üldögélt a lapulevél alatt Babóca, a katica kislány, és Bogyó, a csiga fiú. Hirtelen kisütött a napocska, és újra kék lett az ég. A nyári zápor azonban nem állt el. Csak hamar csodaszép szivárvány jelent meg az égen. Jaj, de gyönyörű, kiáltoztak. Bogyó elhatározta, hogy felmászik a szivárványra, és lecsúszik róla. Első próbálkozása azonban nem járt sikerrel. Biztosan a másik oldalról kell próbálkoznom, mondta Bogyó. Bogyó, hidd el, a szivárványra nem lehet felmászni, győzködte Babóca az izgatott csiga fiút. Ám Bogyó új tervet eszelt ki. Létrán fogok felmászni. Jaj, Bogyó, nem lesz ennek jó vége, aggodalmaskodott Babóca. Babócának igaza lett. Bogyó egyre bosszúsabb lett. Babóca kérlelni kezdte. Gyere, játszunk inkább valami mást. Bogyó azonban nem adta fel. Figyelj, Babóca, innen biztosan sikerül ráugranom a tetejére. De ez a terve sem sikerült. Babóca kétségbeesve szaladt Bogyóhoz. Jól vagy? kérdezte. Kutya bajom, duzzogott Bogyó. Bogyó annyira elkeseredett, hogy Babóca alig győzte vigasztalni. Nézd, szedtem neked virágot, kedveskedett, de Bogyót semmi sem tudta felvidítani. Közben elállt az eső, és a szivárvány is eltűnt. Kézenfogva baktattak hazafelé. Babóca kitartóan vigasztalta Bogyót. Ne lógasd már az orrod, holnap után lesz a 3. születésnapod, biztosan sok szép ajándékot kapsz majd. Hazaérve Babócának remek ötlete támadt. Készítek Bogyónak egy szivárványcsúszdát, gondolta magában. Akkor valóra válhat az álma, lecsúszhat egy szivárványon. A csúszda elkészítésében Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke kislány is segített. Babóca, Baltazár és Pihe a szivárvány színeire festették a csúszdát. Sárga papírba csomagolták, kék szalaggal átkötötték. A 3 barát csoki tortát is sütött Bogyónak. Ezután Pihe és Baltazár átkísérték Bogyót Babóca házához, ahol már minden készen állt a születésnapi zsúrhoz. Akkor most mutassuk meg neki az ajándékot, kiáltotta Baltazár, Babóca pedig átnyújtotta Bogyónak a csoki tortát. Egy igazi szivárvány, egy szivárványcsúszda. Kipróbálhatom a csúszdát? Persze, válaszolta Babóca. Bogyónak nagyon tetszett a szivárványcsúszda, újra és újra lecsúszott rajta. Pihe és Baltazár táncra perdültek örömükben. Na hát, Babóca, szólt végül Bogyó a katica kislányhoz. Ez nagyon jó ajándék, köszönöm. Aznap még sok barát eljött, hogy felköszöntse Bogyót. Eljött Ugri, a szöcske kislány, Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötő kislány, sőt, még Vendel, a szarvasbogár is. A csigafiú mindenkinek megengedte, hogy kipróbálja új csúszdáját. Bogyó és Babóca és barátaik késő estig csúszdáztak. Aznap Bogyó különösen jókedvűen feküdt le aludni. Micsoda születésnap volt ez! Sóhajtott fel boldogan. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Boszorkányok. Egy nyári napon Bogyó és Babóca barátaikkal a boszorkányokról beszélgettek. Ti elhiszitek, hogy léteznek boszorkányok? kérdezte Baltazár, a méhecske. És hogy seprűnyélen repkednek éjszaka? Hát, nem is tudom, dünnyögte Bogyó. Nem sokára Bogyó és Babóca elindultak hazafelé. Mi lenne, ha este visszajönnénk? Hát, ha látunk boszorkányokat, javasolta a katica lány. Kosárba enni és innivalót pakoltak, és újra elindultak a rétre. Hosszasan nézték az eget, de semmi sem történt. Gyere, Babóca, menjünk haza! Szerintem nincsenek is boszorkányok. Babóca hirtelen megtorpant. Bogyó, valami furcsa hangot hallottam a fa mögül. Jaj, Bogyó, mozog a falombja! Rémülten összeülelkeztek. Egyszer csak egy boszorkány röppent fel a fa mögül. Bogyó és Babóca nagyot sikítottak ijedtükben. Aztán egy másik boszorkány is feltűnt az égen. Szaladj, Bogyó! Meneküljünk! És szaladtak, ahogy csak a lábuk bírta. Gyorsan bebújtak egy bokor mögé. Jaj, Babóca, milyen kár, hogy nincsenek velünk a barátaink! Erre a két boszorkány leszállt a földre, levették fekete köpenyüket, fekete kalapjukat, és vidáman így kiáltottak. De igen, itt vannak a barátaitok! Mi vagyunk azok, Pihe és Baltazár? Babóca szörnyű mérges lett. Tényleg ti voltatok a boszorkányok? Nagyon csúnya dolog volt így megijeszteni minket. De mi csak meg akartunk titeket tréfálni, magyarázkodott Baltazár. Bogyó is háborgott. Igazán rossz tréfa volt, ezt még megbánjátok. Dühösen elindultak hazafelé. Ki kell találnunk valamit, Bogyó, hogy ezt visszaadjuk nekik. Mi lenne, ha mi is megijesztenénk őket? Ez az, kiáltott fel Babóca. Van is egy jó ötletem. Pihe és Baltazár magukra maradtak a réten. Most mit csináljunk? Tanakodtak megszeppenve. Lehet, hogy tényleg nem volt annyira jó ötlet? Ez alatt Bogyó és Babóca a katica házához szaladtak, és gyorsan ördögjelmezbe bújtak. Fekete ruhát, fekete sapkát húztak, piros papírból szarvakat ragasztottak a fejükre. Siess, Babóca! Türelmetlenkedett Bogyó. Már látom, hogy jönnek! Gyorsan beugrottak egy bokor mögé, és várták, mikor ér oda Pihe és Baltazár. Akkor aztán kiugrottak a bokor mögül, és jól ráijesztettek a barátaikra. Segítség! Ördögök! Sikított fel a lepke kislány és a méhecske. Ugye milyen rossz, ha megijesztenek? Kapta le dühösen sapkáját a csigafiú. Na hát, te vagy az, Bogyó! Ámult el Baltazár. Ez nagyon csúnya dolog volt. Csúnya dolog? A boszorkányos még sokkal ijesztőbb volt, kiabálta Bogyó. Nem is, az ördögös volt ijesztőbb. Elég legyen, szólt rájuk Babóca. Hagyjátok abba a veszekedést, béküljünk ki. Megígérjük, hogy többé nem teszünk ilyet, de ti is ígérjétek meg, hogy nem fogtok ijesztgetni minket. Igazad van, bólintottak a többiek. Nem akarjátok felpróbálni az ördög sisakot? Kérdezte Babóca. De igen, ti is felvehetitek a boszorkány kalapot, sőt, a seprünkre is felülhettek. Na hát, kiáltotta Bogyó. Ez nagyon jó, úgy repülünk, mint a boszorkányok. Igen, tette hozzá Baltazár is. Mint az igazi boszorkányok.